A mai videóban a megfizethető gamer PC nyomába eredünk újfent, hiszen rengetegen kéritek ezt a fajta tartalmat, rengetegen kértek ilyen konfig ajánló videót. Mondtam, hogy nem olyan, tehát hogy csináltam már rengetegszer, de hogy mindig elcsúszott valahol a komment szekció, és nyilvánvalóan rájöttem én is, hogy miért csúszik el a komment szekció, hiszen két oldala van a kommentelőknek, egy megfizethető belépő szintű gamer PC-nél. Vannak azok, akiknek ez is drága, és van a másik réteg, aki mindig azt mondja, hogy az miért nem vettél jobbat. Tehát, hogy 10-20-30 ezer forintért, hogyha többet költenél rá, akkor ebből jobbat kellene venni, ebből is lehetne jobbat venni, abból is lehetne jobbat venni, és ez a két tábor ez nem nagyon találkozik sehol sem, hanem inkább csak ütköznek egymással a vélemények, és ennek az elszenvedője mind a két oldalról, hopp, bekapok egy fekete pofont, jobbra ütnek, de balról találnak, tehát hogy érted, hogy ennek mindig én vagyok az elszenvedője, hogy de én mondtam, ugye? Úgyhogy most úgy próbálom meg, hogy ez a padló. Tehát, hogy ez alá már nem menjünk, mert az alatt a pince van, ott sötét van, ott már nincsen 60 FPS, ott már nincsen csili-vili grafika, ott már a pince van sötét. Jó? Tehát, hogy ez. Megígértem, ugye, hogy csinálok egy ilyen videót, belekezdünk most. Szóval 200 000 forint lenne a cél, amit nyilván tarthatatlan, és ez úgy tartható, hát úgy sem tartható, hogy csak a gépházat nézzük. Ugye mindig ez a kérés, tehát, hogy tévé van otthon, billentyűzet, egeret, meg gondolom, hogy valonnan kölcsön kérnek az emberek ilyenkor, vagy nem tudom, tehát mindig az a lényeg, hogy a gépház az jöjjön ki, gépház is, ami benne van 200-ból, ez volt a kérés. Ilyenkor azért el kell dönteni, hogy mivel szeretnénk dolgozni, vagy milyen dolgot ajánlunk. Most Inteles processzor, Intel, és igen, hát Inteles processzorral szerelt gépet lestem össze, illetve így gondoltam el, ezt fogom ajánlani egy ilyen gépet, ami Full HD-ban, minden játékban, 60 FPS-t fixen hoz, akár magas grafikai beállításokkal is, tehát, hogy minden jól néz ki rajta, és azért Full HD 60 FPS megvan, és azért Full HD monitorok azért még bőven kaphatóak, és azért nem rossz, hogyha egy Full HD monitorom Full HD-s tartalmat nézze, hiszen az a natív felbontása, az néz ki rajta a legjobban. Kezdjünk bele! Processzort kell dönteni először, és hát ugye a legutóbbi, vagy a legújabb processzorok közül kell választanunk mindenféleképpen, hiszen újonnan azok kaphatóak. Úgyhogy az i3 13100F, vagy az i3 12100F között kell választanunk. Az egyik 42 000 forint, a másik pedig olyan 33 000 forint környékén megkapható. Nyilván nem pontosak az árak, hiszen 8.-3-án ennyit láttam, aztán lehet, hogy két hónap múlva nyilván nem ennyi lesz, tehát 42 000 forint, plusz-minusz 1-2 ezer, illetve 33 ezer forint, ezzel kell számolni. Olyan nagy különbség egyébként nincsen a két processzor között, pár százaléknyi teljesítmény különbség van játékok alatt. Én már azt mondom, hogy megvenném az újabbat, de hogyha spórolnám majd egy tízest, akkor jobb lesz a 12100F is. Ugye nincsen benne videógyorsító, azt jelenti az F. Ezek 4 magos 8 szálon dolgozni képes processzorok. Jobb lenne már az egy i5, de hát az már sokkal-sokkal drágább. Alaplap. Na most az alaplap mindig egy érzékeny téma, nagyon sokan spórolnak rajta, mert hogy 2023 van és már minden alaplap tök jól működik, még a legolcsóbb alaplapok is működni fognak, nem fognak elfüstölni, nem mennek tönkre egyébként, tehát hogy ezzel már igazából ilyen nagy félelem nem kellene, viszont a szolgáltatások, amiket egy szerényebb áru alaplap, tehát a drágább alaplapokban több a szolgáltatás, tehát több dolgot kapsz. Kapsz lehet, hogy Bluetooth, Wi-Fi-t, 4 memória foglalatot, több M2-es SSD foglalatot, gyorsabb M2-es SSD foglalatot, gyorsabb memória támogatást, érted? Nagyobb tuning potenciát, bármit. Tehát, hogy sokkal több szolgáltatásról kell lemondani, mint ezelőtt, amikor azért voltak híresen rossz alaplapok is. Úgyhogy a nagyon spórlósaknak találtam az Asus Prime H610M KD4-es Micro ATX lapot, mind a kettő ajánlás a Micro ATX lesz, ez 30 ezer forint környékén van, viszont én mindig azt mondom, hogy nem érdemes annyira az alaplapon spórolni, mert később azért meg fogja hálálni, ha egyszer egy komolyabb processzort teszel bele, vagy egy nagyobb teljesítményű videokártyát, vagy akár több SSD-t szeretnél, akkor mindenféleképpen jobb lesz, hogyha egy drágább alaplapot választasz, és drágábbnak pedig a legolcsóbb B760
M alaplapot láttam, illetve választottam a Gigabyte-tól. A Gigabyte B760M-ét választottam, ez ilyen 44 ezer forint körüli pénzbe kerül, ami egyébként egy sokkal komolyabban kinéző gaming alaplap, ahogy látod itt a képeken is, tehát sokkal több a szolgáltatás, az USB csatlakozók, az M2-es SSD foglalatok hűtöttek, tehát van rendes VRM hűtés, nagy VRM hűtés van, jól néz ki a lap, hát ha összehasonlítod a kettőt, akkor látod, hogy miért fizetsz tizenpár ezer forinttal többet. Ha úgy gondolod, hogy ez nem fér bele, akkor nyugodtan azt a 6-10M-et, ha soha többet nem nyúlsz a géphez, hanem az úgy marad a világ végezetéig, akkor nyugodtan azt az Asus Prime H610M-et. De hogyha szeretnél valamit kezdeni a géppel, akkor inkább egy B760-as lapot válasz, vagy egy B660-asat, tehát teljesen mindegy, tehát egy komolyabb alaplapot kell választanod. Elérkezünk a videókártyához, és a videókártya is egy érzékeny pont. A legutóbbi belépő szintű gamer PC-nél az RTX 3050-et ajánlottam. Ugye az RTX miatt ajánlottam azt a kártyát annak idején. Most 80 ezer forint környékén találjuk meg a legolcsóbb RX 6600-asat, ami Full HD-ban mindent tud 60 FPS-en. Nem a legmagasabb grafikai beállításokra gondoljunk, de a legtöbb játékot azért úgy is tudja. Tehát a legtöbb 1-2 éves címet Full HD-ba 60 FPS-sel brutálisan jól nyomja, egy jó kis kártya. Ha nagyon spórolnál, de ezt ne tedd, tehát ezen a ponton ne spórolj. Ha eddig spóroltál az alaplapon, processzoron, akkor a videokártyán légy szíves, ne spórolj, akkor ez alatt van az RX 6500, az 65 000. De ott már, hát az egy 4 gigás kártya, tehát hogy az nagyon-nagyon kevés már 2023-ban, ezt ne tedd. Ha följebb mennél, akkor ott van a 6700 XT, RTX oldalról 3070 vagy 3060 Ti és a fölött, de az RX 6600 szerintem most a lehető legjobb árértékarányú kártya, aztán majd leírjátok, hogy nem jól gondolom, de szerintem most ez az. 16 GB DDR4-et kell vásárolnod legalább hozzá, ez 14-15 ezer forintotba fog kerülni, Kingstonból is van, Corsairből is van, Kingston Furyból, Corsair Vengeance-ből is van, 2x8-as, és ugye itt megint visszautalok az alaplapra, a H610-et választod, akkor megtelik az összes memória foglalatod, míg a B760-as lappal, ugye mindig komolyabb, egy B-s chipsetes lappal, nem telik meg, csak a fele, tehát még majd utána tudsz mellé tenni 8-at, nem kell lecserélned, érted, a 2.8-asat. 2.16-osra nem tudsz mellé tenni, még egy 2x8-as kitet, érted? Táp kérdésében, és kikérnénk a véleményt, nem kellenek 1000-1200 wattos tápok, de még 800 wattos tápok se egy ilyen konfigurációban, egy 500 wattos minőségi táp pontosan elég, hiszen az RX 6600-nak egyébként 450 wattos táp a konfigurációs tápigénye a gyártó szerint, ugye ezt pontosan láttam, de egy 500 wattos táppal bőven elegek vagyunk, bőven jók vagyunk, és én a Silentium PC Vero L3 Bronz 500 wattos tápját ajánlom, ez 19 000 forint, tehát 20 000 forint alatt vagyunk, ez egy jó táp, én rengeteg ilyen gépet láttam, egyel se volt probléma, ez egy népszerű, tök jó táp. Az SPC Gear, Silentium PC, ugye, ami már Endorfi azóta, tehát ez egy tök jó. Tök jó táp minőségi, tök jó súlya van, tényleg egy jó táp. Tárhely esetében már én úgy gondolom, hogy egy gamer PC-nél szóba se jön a HDD, egy SSD-t kell beletenni, Kingstonból van 1 terás SSD, M2-es 18 000 pénz. Hát most ennél jobb üzletek nincsenek, tehát 1 terás SSD 18 000-ért, tehát hogy Ezen ne spóroljunk, hogy akkor majd veszek egy kis SSD-t, és akkor veszek egy Winchester-t, nem jössz ki jobban. Egy terás SSD azért kényelmes élet, érted? Az jó. Szóval ennyi, illetve marad még a ház. Hát egy olyan 20-asból lehet kapni házakat, mutatok néhányat, jó? Mutatok egy pár házat, aztán megtetszik, ami megtetszik. A lényeg az, hogy a gyártók, képzeljétek el, hogy a gyártók alkalmaznak tervező mérnököket, képzeld el, mérnököket, tudod, akik megtervezik ezeket a házakat, és
Nem tudom, hogy a mérnökök olvassák-e, Pistike 410-32 és User 948-69-76 kommentjét, hogy ebbe megdöglenek a hardverek, vagy ebbe a házban nincsen airflow, hogy megy be a levegő, hogy jön ki a levegő, tehát nem tudom, hogy ezeket a kommenteket olvassák-e a mérnökök, de szerintem sokkal jobban értik a dolgokat, mint a User 948-96-67, meg a pistikukac@gmail.hu című felhasználó. Akik állandóan az airflow miatt panaszkodnak, bármilyen házat is mutatsz nekik, mert ha van oldala, azért nincs airflow, ha nincs oldala, akkor azért nincs airflow, ha rácsos az eleje, akkor túl sok levegő megy bele, nem rácsos az eleje, meg kevesebb levegő megy bele. Én azt mondom, hogy teljesen mindegy szinte, hogy milyen házat választasz, azért ne legyen egy irodai ház, tehát ne az legyen, hogy van egy DVD csapajtó még a házon, tehát olyat azért nem válasz, amíg DVD-je is van, hanem azért valami gamer eset világítson az eleje, legyen benne ventilátor, mutatok párat, aztán eldöntöd, hogy melyiket szeretnéd. Ha legolcsóbb dolgokat választod, akkor olyan 220 ezer forint környékén jön ki az egész, de ezt mindjárt ki fogom neked írni, hogy mennyi, meg hogy én mit számoltam, de azt hiszem, hogy ilyen 223 000 forintot számoltam össze-vissza, igen. Tehát 223 000 forintot számoltam. Össze az egész konfigurációra, az olcsó alaplappal számolva. Ha az olcsó processzort veszed, akkor ugye ez még lejön, és hogyha a videókártyán is spórolnál, amit felkiáltó jelesen ne tegyél, akkor ez még olcsóbb is lehet. Tehát a lényeg az, hogy most csak a gépházat ki lehet hozni 200 000-ből, sőt, olcsóban is, hogyha mondom, kartonpapírra teszed fel az alkatrészeket, de nyilván ne tegyél ilyet. Tehát ki lehet hozni 200 000-ből, mondjuk erősen kompromisszumos a megoldás, akkor ha 200 000 forintod van csak rá, viszont új alkatrészekből azért most egészen jó kis gépet össze lehet pattintani 200 000 forint és pár 10 000-es társaságában. Ha tetszett a videó, mindenféleképpen nyomj egy lájkot, aztán írd meg, hogy te szerinted mi a legalja most a belépő szintű gamer PC-knek. Legközelebb találkozunk, szevasztok!